Köszöntök mindenkit a Biblia hangja Reflexiók című műsorban. Az első nagy fejezetünket, hogyha ezt lehet így nevezni, az Inri fejezetét lezártuk. Most János evangéliumával folytatjuk. Ebben még mindig társam Takács Ferenc evangélista és Görbic Tamás tanító. Én remélem, hogy ez is ugyanannyira tanulságos és szórakoztató lesz, mint amilyen az első volt. Remélem, az volt. Feri, 4 evangéliumunk van, egyet választottatok ki, miért egyet, és miért pont ezt az egyet? Hát ugye a János evangélium az leginkább fölülnézetből vizsgálja a megváltást, Jézusnak a történetét, Jézusnak az életét, míg a szinoptikus evangéliumok, Máté, Márk, Lukács sokkal inkább az eseményekről tudósít, és hát a Jánossal kapcsolatosan talán azt én nagyon fontosnak tartanám kiemelni, hogy ő saját magáról azt mondja, hogy ő a tanítvány, akit Jézus szeretett. Tehát ez a szeretett tanítvány. Én úgy gondolom egyébként, hogy Jézus minden tanítványát szerette, de talán János volt az, aki ezt tudta is magáról. Ez már mindenféleképpen egy nagyon érdekes szemszög, hogyha egy olyan szemszögből tudjuk vizsgálni az eseményeket, hogy valaki olyas, valaki írta, aki tudja, hogy szeretve van. Azért ez megkülönbözteti meg, egy magasabb polcra helyezi szerintem ezt az egész történést. Igen, mert a János az nem földi perspektívából közelíti az evangéliumot, hanem felülnézetből. Tehát több mint fele az kimondottan a kereszt és a kereszt előtt és a kereszt és a kereszt utáni eseményekről szól az evangéliumának. Ez úgy ámblok János evangéliuma, de mi most mégis az első fejezetnél vagyunk. Mit fogunk most hallani, Tamás? Hát a mai részben a híres prológus lesz a témánk, ami nagyon sok fejtörésre adott okot, rengeteg különböző művet inspirált az évszázadok folyamán, hiszen János itt gyakorlatilag ugyanazt az elvet alkalmazza, mint a Biblia elején a Teremtés könyvére. Utal vissza nagyon-nagyon sok szóval és magával a stílusával is. Hallgassuk meg János evangéliumának első fejezetének az első részét. János evangéliuma. Kezdetben volt az ige, aki Istennel együtt volt, és maga is Isten volt. Az ige kezdetben együtt volt Istennel. Minden az ige által jött létre, nélküle egyetlen teremtmény sem keletkezett. Benne volt az élet, amely világosság volt az emberek számára. A világosság fénylik a sötétségben, de a sötétség sohasem tudta legyőzni, feltartóztatni vagy megérteni. Isten küldött egy embert, akit Jánosnak hívtak. Ő azért jött, hogy tanúskodjon a világosságról, és hogy mindenki halljon arról, aki a világosság, és higgyen benne. Nem ő volt a világosság, hanem azért jött, hogy tanúskodjon a világosságról mindenkinek. Az igazi világosság, aki mindenkit megvilágosít, már készen volt arra, hogy megjelenjen. Már a világon volt. És bár ez a világ általa jött létre, az emberek mégsem ismerték fel őt. A saját birtokába jött, de a saját népe nem fogadta be őt. Akik viszont befogadták, vagyis akik hisznek benne, azoknak mind felhatalmazást és lehetőséget adott arra, hogy ők Isten gyermekeivé legyenek. Azonban ők nem úgy születtek, ahogy a gyermekek világra jönnek. Nem az emberi testből származnak, nem testi vágyból, és nem a férfi akaratából, hanem magától, Istentől születtek. Az ige hús-vér emberré lett, és közöttünk élt. Mi pedig közelről szemléltük az ő dicsőségét. Igen. A mennyei atyától származó egyszülött fiú dicsőségét, akiben az isteni kegyelem és a valóság teljessége lakik. Ő róla tanúskodott bemerítő János, amikor hirdette.
ő az, kiáltott fel, akiről előre megmondatott, hogy el fog jönni. Ő az, aki ugyan később érkezik, mint én, mégis nagyobb nálam, mert már akkor is létezett, amikor én még meg sem születtem. Ő az, akinek a teljességéből kaptunk mindannyian sokféle kegyelmet, áldást és ajándékot az isteni kegyelem alapján. A törvényt Mózesen keresztül kaptuk. De a kegyelem és a valóság a Messiás Jézuson keresztül jött el hozzánk. Istent soha nem látta egyetlen ember sem. Az egyszülött fiú, aki maga is Isten, és nagyon szoros közösségben van az Atyával, ő mutatta meg nekünk, és ő ismertette meg velünk Istent, mint Atyánkat. Tamás, furcsa lehet a kérdés János evangéliumával kapcsolatban, de az első kérdés az, hogy Mózes könyvének ki a szerzője? Hát Mózes volt az, aki Mózes könyveit leírta, ugye Mózes halála után pedig Józsué volt az, aki, mint Mózes követője, befejezte ezeket a könyveket, de Mózes nyilvánvalóan azokat a szóbeli hagyományokat fektette írásba, amelyek már a világ létele óta, Ádám és Éva óta léteztek, és szájról szájra hagyományozódtak át. Rendben, most valaki nem jól ismerte az igazságot, vagy valaki esetleg hazudott, mert hogy János evangéliuma azt mondja, hogy kezdetben volt az ige. Míg Mózes, így kezdi könyvét, kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. Hol van a valóságos kezdet? Hát a kezdet a Messiás, a kezdet az Isten fia, a kezdet az ige, és amikor kinyitjuk a Bibliánkat, és azt olvassuk, hogy kezdetben teremtette Isten, akkor ez azt jelenti, hogy Krisztusban, az igében, az ige által, hiszen így olvassuk a Kolossa levélben is, hogy minden ő ránézve, ő általa és ő érte lett megteremtve. Ő az új kezdet is, és pontosan erről az új kezdetről beszél János, és ezért kezdi úgy az evangéliumát, hogy félreérthetetlenül utal magára a teremtés könyvére. Hiszen az első dolog, amit Isten teremtett, az a világosság volt, és ugye itt is nagyon sok szó van a világosságról. És tudjuk, hogy a nap, a hold, a csillagok csak a negyedik napon jelennek meg, tehát nem a természetes fényről van szó, hanem egy egészen másfajta világosságról. Erre utal vissza János, és azt akarja ezzel a hasonlattal, párhuzammal mondani nekünk, hogy ahogyan az első teremtés is Krisztusban, Krisztus által, az Isten szava által jött létre, úgy az új kezdet, az új teremtés is Krisztusban és Krisztus által jön létre. Feri, a másik nagy ellentmondás már rögtön az elején, hogy kezdetben vala az ige, és az ige vala az Istennél, és Isten vala az ige. Most Istennél volt az ige, vagy Isten volt az ige? Mi az ige? Hát ez olyan bekezdés, ahogy János bekezdi az evangéliumát. Ugye a többi evangélium az így történetek mondja, hogy ez nemzette azt, az nemzette azt, és akkor megy a családfán, és akkor hogy a végén a Máriától született Jézus. És akkor levezeti ezt. Ezzel szemben a János visszanyúl a minden elejéhez, a kezdethez, és azt mondja, hogy mielőtt bármi lett volna, mielőtt bármiről szó esett volna, azelőtt volt az ige. És utána levezeti, hogy az ige az élet, az ige a világosság, és az ige testélet Jézusban. És hogy az ige maga az Isten, és azonos az igével. Bevisz a sűrűjébe rögtön, a teljes kijelentésbe visz be minket. Olyannyira, hogy odáig elmegy ez a rész, hogy azt mondja, hogy bejött ez a világosság, amiben nincsen semmi sötétség, bejött az ige, testélet, emberré lett ez az ige, nem fogadták be, és utána behozza azt, ami az egész evangéliumnak a szerintem az éle csúcsa valósága, hogy akik pedig befogadták őt, az igét, aki emberré lett, akik befogadták, azok is hatalmat kaptak arra, hogy ők Isten fiaivá legyenek. És a következő lépést is megteszi rögtön az elején a János. Mindent letisztáz. Azt mondja, hogy az egyszülött fiú, aki az ige, aki testélet, aki emberélet, ő azért jött, hogy kijelentse, bemutassa, megismertesse az emberekkel, hogy Isten egy édesapa, hogy Isten atya. Ő, aki tudja, hogy Isten atya. Tehát én azt nagyon bírom ebben a János evangéliumában, hogy nem köntörfalaz. Itt bejelenti azt,
hogy az egész világ mindenség Jézusra nézve, Krisztusra nézve, a fiúra nézve jött létre, ő rá fókuszál, ő benne, és minden élet ő rajta keresztül jött az emberhez már akkor is, most pedig egy olyan meglátogatás jött az Istentől, azáltal, hogy Jézusban az ige testé lett, ami lehetőséget ad minden ember számára, hogy Istennel találkozzanak. És rögtön az elején. Én is egyébként azt szoktam mondani, hogy ha János evangélium ebből a két igéből állna, akkor is szerintem teljes egészében kerek volna, mert véleményem szerint minden, ami ezután következik, az ezt a két-három mondatot erősíti meg benne. De hogy mégis mit erősít meg? Látjuk, hogy az igék tömkelegéből áll a Biblia. De itt az ige nagybetűvel íródott, tehát tulajdonnév. Kicsoda ez az ige? Mi Jézussal azonosítjuk, de amikor Jézussal azonosítjuk az ő emberi személyével, akkor mit azonosítunk vele? Mi az ige? Az ige maga a teremtő szó. És ugye, ahogy János leírja ezt, ugye minden ilyen hasonlat, földi hasonlat, az sántinani fog, de mégiscsak ezen keresztül tudjuk a mi földi gondolkodásunkkal megragadni a dolgokat. Kezdetben volt az Isten, és Isten volt minden, és semmi nem volt rajta kívül. De ő benne, Istenben magában, mint ahogy mi is az életünket egy belső életből kifelé éljük, zajlik bennünk valami, gondolunk valamit. Én is mielőtt kimondom a szavakat, először bennem zajlik valami. Ez az én lelkemnek a belső élete, ami azáltal válik látható, vagy kimondom. Ha találkozol egy ember, erről nem beszéltek, nem nincs interakció, akkor nem tudod ki ő. Gondolatokban nem olvasod. Nem is érted a belső lényét. És ugyanez van Istennel, hogy Istenben ott volt az élet, de még kint nem volt semmi. És akkor az Isten összehúzta magát, és ezt, hogy összehúzta magát, ez teremtett sötétséget, helyet készített a teremtésnek magának. És aztán utána elkezdett szólni, elkezdte kibocsájtani a szavát, elkezdett beszélni. És ahogy kibocsájtja a szavát, elkezd beszélni, az azonnal megvalósul, amit mond. Legyen világosság, és lett világosság. Gyűjjenek egybe a vizek, és egybe gyűltek a vizek. És minden, amit Isten elkezd magáról kinyilatkoztatni, és az egész Szentírás erről szól, hogy Isten ad magáról kinyilatkoztatást az ő szavaiból, az ő tetteiből, maga az Isten ismerszik meg. Nem külsőképpen, hanem az, ami Istenben van. És ezáltal Isten a saját gondolatai, a saját valóságát, ahogy megosztja a szavai által, úgy a saját életét osztja meg. És ez teljesen másfajta élet, mint ez a testi életünk. Ez egy más minőség, ezt hívjuk örök életnek, ez az Isten élete. És az Isten a saját életét azon keresztül osztja meg a teremtéssel, hogy kinyilatkoztatja magát, kinyilvánítja magát. És ez a teremtő szó, ez az ige. És ez az ige öltött testet, emberi testet a názareti Jézusban, és ez az a egészen megdöbbentő, hogy ő belesűríti magát egy emberbe. Igen, tehát... Megdöbbentő. Gondolj bele, hogy az a teremtő élet, erő, ami maga az Isten, az megjelenik egy olyan emberi testben, mint a tied vagy az enyém. És ráadásul ez egy örök terv része volt, tehát Isten mindig is ezt szerette volna, és az embert a porból, azért alakította ki a porból az ember testét, hogy majd az ige ilyen testet ölthessen magára. Tehát ez egy teljesen furcsa és elképesztő dolog, de mindenképpen az, amit János hangsúlyozni szeretne, hogy az, amiről szól az evangélium, az Isten fia, az valójában a kezdet. Az első teremtés kezdete, meg az új teremtés kezdete. És amit a többiek leírnak, ugye Máté, Lukács értekezik Jézusnak a születésének a körülményeiről, ők leírják fizikailag, hogy jött az angyal, szólt, megfogant, elment, látta a jelet, visszajött, megszületett, hódoltak a király, mit tudom én. Leírják, hogy mi történt történetileg. De János a lényegét írja el, hogy testé lett az ige, és emberré lett az ige, és az ige megjelent abban a világban, ami általa lett teremtve. Akkor mondhatni, hogy János sokkal korábbra visszaviszi a történéseket, tehát hogy a Máté, Lukács megmutatják azt, ami a látható világban elkezdődött, János pedig rámutat arra, hogy nem úgy van az, nem ott kezdődött, hanem sokkal hát korábban. Hát így is mondani, hogy nem úgy van, hanem inkább csak ő nem az emberi oldalról közelíti a János. Ő az örökké valóság irányából közelíti ezt a dolgot, ezt az egész történést, és én még azt szeretném mondani, hogy ebben a részben még egy nagyon fontos dolog elhangzik, mégpedig az, hogy amikor az ige belesűrűsödött egy emberbe, akkor jött el az emberekhez, az emberhez mi hozzánk, az Istennek a kegyelme, szeretete, jó akarata. Rajta keresztül megnyilvánult az Istennek az a
természete, nem is tulajdonsága, természete, hogy ő kegyelemmel, szeretettel, irgalommal teljes, sőt, ő maga a szeretet. És azt mondja, a kegyelem és a valóság az Jézus által jött el az emberhez. A törvény, az angyalok által adott tökéletes törvény, ami leírja, hogy hogy van a rend a világban, hogy kellene, hogy, és hogy kell, hogy legyen a rend. Ez a Mózes által adatot. De ezzel a törvénnyel az ember nem tudott mit kezdeni, mert csak azzal ütközött szembe, hogy nem bírom megcsinálni. Hát képtelen vagyok, ez nem megy. És akkor behozza az Isten saját magát ebbe a világba, a fiában, és azt mondja, hogy tegyük félre ezt. Beléd költözöm, és be fogod tölteni, be fogod teljesíteni általam és velem együtt a törvényt. A tökéletességet. Ha azt mondod, hogy a kegyelem és a valóság ő benne mutatkozott meg, akkor mondhatjuk azt, hogy a valódi valóság, amit az ember odáig nem látott, az maga a kegyelem, az Istenről alkotott kép? Hát igen, egy teljesen más, vagy nem teljesen más, de úgy gondolom, hogy egy elrejtett kép, a valóságos Isten kép, az Jézus által lehetett meglátni, és lehet ma is meglátni. Ma is Jézus nélkül nem lehet felismerni azt, hogy Isten édesapa. Jézus nélkül láthatjuk az örökkévalót, a mindenhatót, a rettenetest, a hatalmast, a mindenféle. Nagy királyt. Igen, a királyt. És Jézuson keresztül pedig el tudunk jutni, mert ő oda akar vinni minket az atyának az ölébe, mint gyerekeket. Jézus mindig tökéletes példázatokkal élt, ő már amennyi ebben a világban lehetett, de hát ez, amit ő mondott, az mindig, amilyen példákat hozott, az szimbolizálta azt, amiről beszélt. Nem volt benne hiba. És bár itt most nem Jézus beszél, de mivel tudjuk, hogy a Szent Szellem által irattattak az iratok, a szent iratok, ezért ugyanaz a tökéletesség mutatkozik meg benne is. De azt mondja az evangélista, hogy a világosság eljött a sötétségbe, de hogy a sötétség nem fogadta be. Ebben a világban, hogyha a sötétben felkapcsoljuk a villanyt, az kitölti teljesen az űrt. Hogy lehetséges, hogy a sötétség nem fogadta be a fényt? Később pedig ugye itt azt írja, hogy az övéi közé jött, de az övéik nem fogadták be. Mi a módja annak, hogy valaki befogadja, vagy nekünk kell ezt befogadnunk egyáltalán? Igen, ahogy korábban is mondtam, itt nem arról a világosságról van szó, amit a lámpák fénye, amit tulajdonképpen azt szoktuk mondani, hogy a sötétség az nem más, mint a világosságnak a hiánya. De jelen esetben ez az Isten ismeretéről szól, az Isten életének a hiányáról szól, a sötétség, mert hát, amikor Isten kibocsátotta az ő szavát, világosságot adott a világnak, életet akart adni minden teremtményének. És amikor az igétől elidegenedünk, az Isten beszédétől elidegenedünk, akkor borul ránk ez a fajta sötétség, és az ige jön hozzánk, és meg akar szólítani bennünket, de a sötétség vagy befogadja, vagy nem fogadja be. Jézus majd, mikor később beszél Nikodémussal, akkor elmondja, hogy akik a sötétséget szeretik, azok nem fogadják be, de akik vágynak a világosságra, azok befogadják. Mit jelent befogadni? Gyakorlatilag az igét befogadni azt jelenti, hogy elhisszük. És ez sem úgy megy, hogy mi fogjuk magunkat és elhisszük, hanem úgy megy, hogy jön hozzánk az ige. Az ige megérint bennünket, eltalál bennünket, a lényünknek a legmélyéhez szól, ugye két élő éles kard, ami elhat a szellemnek és a léleknek a megoszlásáig, ez a lelkiismeretnek a képe. És a szellem bizonyságot tesz, és a szellem gyújt világosságot a szívünkbe. És ebben a belső világosságban láthatjuk meg, hogy kicsoda Krisztus, kicsoda az Atya. Mert ugye ez az érdekessége a dolognak, hogy a szellem azért jön a fiúról tegyen bizonyságot. A fiú azért jön, hogy az atyáról tegyen bizonyságot. De ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, az atyának kell a fiúról bizonyságot tenni, mert ugye boldog vagy Simon Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt ki neked, hanem az én mennyei atyám. Tehát van egy ilyen érdekes játék ebben, hogy az atya kijelenti a fiút, a fiú pedig kijelenti az atyát. És amikor ez a világosság felgyulladna, akkor jövünk mi. Akkor vagyunk mi egyáltalán abban a helyzetben, hogy választhatunk, hogy dönthetünk. Befogadjuk, vagy nem fogadjuk. Megragadjuk ezt a hitet, amit az ige létrehoz bennünk, vagy nem ragadjuk meg ezt a hitet. Elutasítjuk, fölülbíráljuk, kivetjük a lelkiismeretünkből, nem akarunk vele foglalkozni, jobban ragaszkodunk a sötétség dolgaihoz, mint a nekünk felkínált világossághoz. De ha megragadjuk, és azt mondjuk, hogy ó, hát eddig sötétségben éltem, de élhetnék másképp is, és Isten nélkül éltem, de most élhetnék Istennel is,
akkor az ember befogadja ezt az igét, és ezt az igét elkezdi komolyan venni. A hite, ugye a hit az meggyőződés definíció szerint, meggyőződésé válik benne az, amit az Istentől hallott, és ebben a pillanatban benne elkezdődik minden újjáteremtése. Ebből a kicsi magból, ebből a kicsi igéből, mint ahogy elvetjük a magot a kertbe, és kinő belőle egy csodálatos növény, elkezdődik az új teremtés benne. Akik befogadják őt, azoknak Jézus hatalmat ad arra, hogy már ne egyszerűen emberek legyenek, akik Istennek a teremtményei, vagy alattvalók legyenek, akik csodálják a fenséges királyt, hanem szeretett gyermekek. Olyan gyermekek, akikre Isten a szeretetét, a kegyelmét, a kedvességét árasztja ki, és nem parancsol nekik, mint alattvalóknak. Csak annyit szeretnék mondani, hogy ez most ugyanolyan aktuális ez, hogy bejött a sötétségbe, és a sötétség nem fogadta be őt. Ez ma ugyanígy működik. Ugyanolyan valóságos az, amit te kérdeztél, ez a konfliktus. Mondok példát. Engem ez méretetlenül izgat, és egy kicsit fel is háborít. Van két barátom is, akik az elmúlt időszakban nagyon komolyan átélték, hallották az evangéliumot, hitre jutottak, és átélték azt, hogy Isten mennyire szereti őket, és meggyógyultak súlyos, komoly betegségből. Tehát egyszerűen cselekedett az életükben Jézus. És mind a ketten ott tartanak, hogy hallanak az újjászületésről, hogy egyé lehet válni Jézus Krisztussal, meg lehet keresztelkedni, be lehet merítkezni, és egyszerűen jön egy gát, egy akadály, és azt mondják, hogy ők ezt nem szeretnék, és igazából tudod, miért nem szeretnék? Sok mindent mondanak, hogy hát még nem tudnak elni, Istenbe hisznek, de Jézusban nem annyira biztosak, és kiderül, hogy azért nem, mert látják a világban az hamis, névleges kereszténységet, akik állandóan Istenről, Jézusról beszélnek, és közben olyan hamis, gonosz dolgokat tesznek, hogy ők azt mondják, hogy ezekhez inkább nem szeretnék tartozni, és a kerességet, az újjászületést valamilyen módon összemossa, én úgy hiszem, a gonosz azzal, hogy ha én most megkeresztelkedem, akkor én azokhoz fogok tartozni, akik ez a hamis áll hatalommal, meg világgal összemosódott ilyen névleges keresztés. Én nem akar. Istent igen, Jézust igen, megéltem, átéltem, és csak abban bízom, hogy ezeknél az embereknél a világosság, az igazság mégiscsak erősebb lesz. De hogy a sötétség mennyire komoly erőfeszítéseket tesz, és mennyire hatással van az emberekre, ez a mai nap ugyanúgy működik, ugyanolyan valóságos probléma. Engem is sokszor megkeresnek ezzel a problémával, hogy ezért nem akarnak az emberek hívőkké lenni, nem tetszik nekik ami a hívőkről kialakított kép. Én ilyenkor szoktam azt mondani, hogy Istent és az Istent képviselő embert nem szabad összekeverni, mert az ember tökéletessége hiány sosem fogja tökéletesen tudni képviselni az Istent. Én pedig azt szoktam mondani, hogy csak azt érdemes hamisítani, amiből van igazi és igazán értékes is. Megmondta Pál apostol is, hogyha minden ember hazug Isten, akkor is igaz. Mondta ezt egy olyan ember, aki ugyanúgy rászorult az Isten kegyelmére, mégis bizonyságot tudott róla tenni, mert ugye a benne lévő szellem az, ami bizonyságot tesz. Hát pont erről beszélünk, hogy a bizonyságtevő az valóságosan nem is az ember. Nekem annak idején a Feri tett bizonyságot a Schönner Zoltán kollégium 16. emeleti teakonyhájában, és ő beszélt nekem először az Úrról, és ahogy miközben ő beszélt, szállt rám a Szentlélek, és győzött meg engem Istennek a valóságáról. Az ista egyetemistaként, tehát aki abszolút nem foglalkoztam ezekkel a kérdésekkel és ezekkel a dolgokkal. De én is, amikor először hallottam a szájából azt, hogy keresztény, meg Jézus, nekem is őszintén szólva a templomok világa, meg ez ugrott be, amit én hát megnéztem közelről, és nem találtam benne olyat, amire azt mondtam volna, hogy na, ezzel érdemes foglalkozni. És rögtön azonnal ugye erre reflektáltam, mert általában az embereknek a fejében ez van. De az Istennel való kapcsolat és az újjászületés az, amit itt ír, hogy aki befogadja őt, annak Isten hatalmat ad, hogy tekna legyen, szeretett gyermek, nem is fiú hűjosz, nem is pajdeosz, ami kisgyerek, nevelhető korban levő kisgyerek, ez csecsemő, olyan gyerek, akit a karjára vesz, és csak gyönyörködik benne. Semmit nem kell csinálni. Az a csecsemő nem csinál semmit, amikor megfogjuk. Nem tud semmit, amikor csak baj van vele, most idézőjelbe értve, de minden szeretetünk, és az egész szívünk, és az egész lényünk az övé.
ezt jelenti az újjászületés, és Isten így akarja az embereket a karjába venni, és erről beszél János, hogy mindent újjátesz. Ez nem egy felekezethez való tartozás, ez nem templomba járás, ez nem valamilyen tantételeknek a követése, hanem ez az atya-fiúi szeretett kapcsolat az Istennel. Ez, ami az evangéliumnak a lényege. Na ez az a témakör, ami akkor aztán botrányosan kiverte a biztosítékot, de még ma is ki tudjám bizonyos körökben. Nem fogadják az emberek azt, hogy Isten a mennyei édesapa, az ember pedig a gyermek. Milyen kapcsolatba helyezte itt János rögtön az evangélium elején az Istent az emberrel? Mi ez a másfajta kapcsolat? Miért olyan nagyon fontos, hogy szülő-gyermek kapcsolatban legyen az Atya Isten az emberrel? Miért nem volt jó az előző kapcsolat? Hát te is lehetnél, vagy én is lehetnék egy vezénylő tábornoknak engedelmes alattvalói, akik azt mondják, hogy ha nem fogad szót, akkor főbelőnek, karóba húznak, megvernek, megbotoznak és becsuknak. A pokolba és a bugyrokba. És akkor az ember félelmében igyekszik jónak lenni, és közben azt gondolja, hagyná már békén. Ezzel szemben az Isten azt mondja, hogy én most a szeretetemmel megnyerlek, behívlak téged a Szent Háromságba, az Atya és a Fiú és a Szent Lélek így átölellek, átváltoztatom a te egész bensődet, és te egy szeretett generátor leszel, mert erre alkottalak, erre teremtettelek, vissza tudod tükrözni, és tovább tudod adni a szeretetet, és az egész létezésed értelmet nyer azáltal, hogy együtt élsz velem, és olyan leszel, mint én. Egy felülről születésről van itt szó. Az ember élete folyamán képes újra megszületni? Amikor én elhiszem ezt az üzenetet, megszülettem újra? Nikodémus is feltette ezt a kérdést Jézusnak, és igen, ez a dolog lényege, Istentől kell születni. A belső életünk, a belső lényünk születik újjá az Isten igéjéből, és amikor ez megtörténik, létrejön a kapcsolat, az ige mindent újjátesz, és ez belülről kifelé átalakít bennünket, és a legvégén jön a testünknek a megváltása, ami még reménységre szól, hogy a testünk is elváltozik, és Jézus képére és hasonlatosságára egy új testet kapunk. Innen folytatjuk Bemerítő Jánossal? Innen folytatjuk János bizonyságtételével. Remélem, hogy sikerült közelebb vezetnünk az igéhez, a testélet igéhez a nézőket. Én nagyon jól éreztem magam, ti hogy vagytok ezzel a János evangéliumával? Ez egy óriási nagy titok, óriási nagy misztérium, és azt tudom mondani, hogy éld át. Mert amíg csak ez beszéd, addig de ha átéled, az valami hihetetlenül nagyszerű. Fogadd be az igét. Az ige nem idegen tőlünk. Közel van hozzánk a beszéd, a szívünkben és a szánkban. Nem kell felmásznod a mennybe azért, hogy Istennel kapcsolatba kerülj, nem kell alászállnod a tenger mélyére, hanem jön hozzád az ige, és amikor érzed, hogy az ige benned hitet hoz létre, na az a te pillanatod, az, amikor világosság gyulladt, és azt kell megragadnod, és abból kell elkezdened élned, és a dolgok utána már működnek, mint ahogy a kovász az egész tésztát megkeleszti a végén. Én ezekkel a gondolatokkal szeretnék mindenkit elengedni erre a hétre. Egy hét múlva újra találkozunk. Még mindig nagyon szépen köszönjük a munkásságát György Ákosnak, Horváth Szilárdnak és a Pax Televíziónak. Áldott hetet kívánunk mindenkinek!